Sziasztok! Ma szombat délután van, és pár órával ezelőtt fejeztem be Kazuo Ishiguro Klára és a nap című regényét. És bár nagyon friss az élmény, úgy döntöttem, hogy most azonnal leülök és felveszek belőle egy ajánló vagy értékelő videót. Nem biztos, hogy mélyen szántok gondolataim lesznek pont amiatt, mert még nem sikerült annyira elgondolkodnom ezen a regényen. Mégis úgy érzem, hogy nagyon sokáig el fog kísérni ez a könyv, úgyhogy szeretném nektek ajánlani. A brit szerzőtől már van egy könyvértékelő videóm, méghozzá a Napok romjaiból, amit ide le fogok linkelni, azt is nyugodtan nézzétek meg. Igazából az a regény nekem már nagyon tetszett, de mégis voltak hiányosságok, amiket felrottam. Ellenben ennél a regénynél nem találtam semmi kivetni valót. Elképesztően jó olvasás élmény volt, kevesebb, mint 10 óra alatt befejeztem, és tényleg nagyon, nagyon jó témákat feszegetett, és egyébként ugye Kazuo Ishiguro 2017-ben kapott Nobel-díjat, és ő azóta nem is jelentetett meg regényt, sőt azt hiszem 2015-ben jelent meg a legutolsó, az Eltemetett óriás. Úgyhogy az igazi nagy rajongók már tűkönülve várhatták a Klára és a napot. És most már én is azt mondom ezután, hogy én is nagyon-nagyon megkedveltem ezt a brit szerzőt. Igazi Ishiguro tisztelő lettem. És már a Napok romjainál is említettem, hogy hétköznapi témákat boncolgat, ez szinte hétköznapian, de mégis elképesztő jó stílusban ír, és nagyon jó a karakter ábrázolása. És nagyon különc karaktereket tesz a regényeibe. Bár én mondom, csak a Napok romjait olvastam, de az összes többire is jellemző ez állítólag, és hát a Klára és a napra is természetesen. És mielőtt még rátérnék erre a regényre, azelőtt azért még azt elmondanám, hogy maga Ishiguro mondta azt, hogy minden regényében megtalálhatóak központi témák. Tehát mindig ezeket veszi újra és újra elő, és próbálja meg átültetni bizonyos korba, vagy bizonyos helyzetekbe, bizonyos országokba, és hát én azt gondolom, hogy most itt két regény olvasása után én megtaláltam 3 olyan témát, ami a másikban is erőteljesen benne volt, és természetesen ebben is. És ez a 3 téma, a magány, a szeretet és a hűség. Még annyit érdemes tudni a szerzőről, hogy szeret bizonyos zsánerekbe kirándulni, és a szép irodalommal, illetve a filozófikus irodalommal összekeverni. És hát ez történt a Klára és a napban is. Itt egy kicsit a skifit próbálta a szép irodalomba átültetni, de egyébként a Ne engedj el című regényébe is a skifi és a disztópia keveredik, illetve az Eltemetett óriásban pedig a fantasyt ülteti át a szép irodalomba. Teszi mindezt zseniális módon, ugyanis szerintem egyáltalán nem túlozta el ebben a regényben is a futurisztikát, egyáltalán nem volt tudományos, sőt, akár ifjúsági regényként is szolgálhat, ugyanis szerintem ez simán egy 15 éves gyermek már el tudja olvasni, és élvezni is tudja, és ráadásul kaphat is belőle olyan értékeket, amiket el tud magának örökre raktározni. És amint már említettem nektek, én baromira élveztem olvasni ezt a regényt, tényleg mindent félre tudtam tenni, ki tudtam zárni a külvilágot, számomra letehetetlen volt, hiszen nagyon érdekfeszítő volt, ahogy halad előre a történet, vagy ahogy Ishiguro adagolja a cselekményeket. És ami még szerintem nagyon jó pont, hogy ezt a dög meleget, ezt a kánikulát, ezt a forróságot is ki tudtam zárni, pedig amit látjátok, ugye itt van a címében a nap, és bizony a napnak fontos szerepe van a napnak az energiájának, és a nap jótékony hatásának. Hát ugye ebben a kánikulában ezt annyira nem értékeljük, de ebben a regényben tényleg nagyon fontos szerepet kap.
A történet egyébként a közeli jövőben játszódik, és egy boltban kezdődik a történet, ahol is robotokat árulnak magányos kisgyerekeknek. Ez elég bizarul hangzik, és elég ijesztőnek is tűnhet számunkra. Itt éldegél Clara, éldegél, aki egy robotlány, és bár nem a legújabb modell, mégis vannak bizonyos képességei, amik nagyon fejlettek. És a Clarát a napenergia táplálja, és ő is a könyvünknek a narrátora, tehát az ő szemén keresztül figyelhetjük a történéseket. És egyébként Claráról érdemes tudni, hogy ő remek megfigyelő, imádja a külvilágot pásztázni, és bár ugye a robotokat nagyon hidegnek és érzelemmentesnek gondoljuk, ám Clara egyáltalán nem az. Nagyon fejlett érzelmi intelligenciával rendelkezik, és empátiát táplál, képes félelmet és szomorúságot is érezni, de az ígéretet és a hűséget is át tudja ültetni a gyakorlatba. Amíg a kirakatban áll, addig megfigyeli a társadalmat, és bizonyos dolgokban elkezd hinni. Bizonyos dolgokra lesz rálátása, és egy napon megpillant egy gyermeket, illetve a gyermek is őt, egy 14 éves kislány Josie személyében, és ekkor Clarában a barátság érzése is azonnal feltámad. Azt hiszem, hogy ennél többet most nem fogok elmondani magáról a történetről, mert az már túl spoileres lenne, és hát fedezzétek fel, hogy mit tartalmaz ez a regény. Ellenben az, hogy mit váltott ki belőlem, milyen gondolatokat, azt még mindenképpen szeretném elmondani. A mesterséges intelligencia, ha meghallom ezt a fogalmat, akkor bennem, és szerintem nagyon sok embertársamban bizonyos félelmet vált ki. Amiatt, mert ugye azt gondoljuk, illetve hát ez valós félelem, hogy a robotok elvehetik a munkánkat, beállhatnak úgymond a helyünkre, és hát ez bizony tényleg jogos félelmet válthat ki belőlünk. Na de Kazuo Ishiguro nem innen akarta megközelíteni ezt a témát, és tette mindezt zseniálisan, hogy nem ezt próbálta bemutatni, hanem azt, hogy mi történik akkor, ha ezeket a robotokat annyira sikerül jól megtervezni, hogy gyakorlatilag a mi érzelmi intelligenciánkat meghaladhatja, vagy legalábbis mi tanulhatunk tőlük érzelmi intelligenciát. És emiatt tartom zseniálisnak ezt az ötletet, amit megírt, mert én azt gondolom, hogy a mostani életünkben, a világunkban az egymás felé fordulás, az egymással való törődés, vagy önzetlen segítés, figyelem. Hát persze mondhatjuk azt, hogy az vagy megvan az emberben, vagy nincs, de az, hogy 7 napból 7-et dolgozunk, a magánéleti terheinket cipeljük, egyszerűen nem jut időnk, még csak a minőségi időre sem. De közben meg elképesztően arra vagyunk kalkulálva, hogy törődjenek velünk, hogy szeressenek minket, és hát természetesen, hogy ne legyünk magányosak. És ez a robotlány, aki itt van a regényben, Clara, ő a magány ellen dolgozik. És minden értelemben. És az önzetlen szeretetre törekszik. Ő az ártatlanság megtestesítője, és akitől megtanulhatjuk azt, hogy hogyan lehet még gyermeki szemmel figyelni azt is, aki bűnös. És azt is, hogy hogyan lehet igazán szeretni. Mert egyébként az ember nem erre van programozva, bármilyen furcsán is hangzik ez. De Clara értéke abban rejlik, hogy a bizonytalanságban is tud szeretni, a minőségi időn kívül is képes arra, hogy szeretetet adjon, vagy legalábbis türelmesen várjon.
hogy figyeljen, hogy értsen, hogy segítsen, képes elfogadni a halált is, de a legkisebb reménybe is képes belekapaszkodni. Hát ilyen főszereplőt kapunk itt Clara személyében. Ha ezt a részét veszem alapul a regénynek, ezt a barátságnak az erejét, akkor egy csodálatos, gyönyörű, megható, szép történet bontakozik ki a szemünk előtt, de ha megfigyeljük Jossie-nak a közegét, azokat az embereket, akik körülveszik őt, azoknak a problémáit, akkor viszont egy nagyon sötét történet rajzolódik ki. És akkor ezt állítja a kontrasztba Ishiguro rendkívül érzékenyen, mert tényleg nem akarja szánkba rágni, de hömpölyög a történet, és tényleg egy ilyen érzelmi, hát nem hullámvasúton tart, mert nagyon egyenesen haladunk, de mégis képes tényleg az emberből kiváltani érzelmeket. Azért, mert Ishiguro remekül átadja ennek a robotlánynak a gondolatait. És kénytelen vagyok most reflektálni a saját életemre is, mert én azt tapasztalom, saját magamból is, nem csak a környezetemből, hogy bizony nagyon társfüggők vagyunk, és képesek vagyunk egymásra úgy rá tenni a csápjainkat, hogy elszívjuk az energiát. Na most Clara ugyebár a napból nyeri az energiát, és gyakorlatilag ő az energiaforrása másoknak. És ő az, aki állandó marad ebben a történetben, akiben ugye nincsen a gyűlölet, nincsen a harag, a félelem és a szomorúság igen, de ettől függetlenül nagyon stabil. Megkapja a naptól az energiát, és szét tudja szórni azt. Az összes többi karakter instabil, mert az emberi kapcsolataik, a körülményeik, bizonyos hatások befolyásolják őket, és leszívják őket. Aggódnak, stresszelnek, elbújnak a világ elől, és nem is hisznek semmiben, de rettentően félnek a magánytól, és társfüggők. És hát azért tartanak emberi kapcsolatokat, hogy azokat el tudják szívni az energiát másoktól. És a szeretet az nem ez az én szememben, és a barátság sem lehet ilyen kapcsolódás, és semmilyen emberi kapcsolat nem lehet ilyen kizárólagos erőforrásnak használni a másikat. Ugyanis az ember élete az ennél sokkal több. Kell lennie benne életszeretetnek, a tanulásnak, céloknak, és természetesen akkor ott jön az, hogy kísérjenek minket olyan emberek, akik természetesen nem mérgeznek, hanem táplálnak minket. Ezek, amiket most itt elmondtam, bizony nagyon kemény szavak, de én azt gondolom, hogy engem így gondolkodtatott most el, és biztos, hogy még nagyon sokat fogok rajta filozofálni, mert egy jó regényen akár napokig is lehet. Az biztos, hogy 2021-hez az új Ishiguro ötlete rendkívül passzol, hiszen ez a közeli jövő szerintem már itt vannak a Siri-k, az Alexák, meg más mesterséges intelligenciából jövő dolgok, amik az életünk részévé válnak, vagy váltak már. De a kérdés, amit felteszek, hogy valóban lehetséges az, hogy olyan dolgokat fejlesztenek, amik az ember érzelemvilágát meg tudják haladni, akiktől egyébként érdemes lesz ezeket az értékeket megtanulnunk, vagy elsajátítanunk, hogy ők képesek minket így tanítani érzelmi intelligenciában. Hát, ha nem is lesz, én akkor is nagyon örülök, hogy elveszhettem ebben a virtuális világban, ebben a tiszta, érzelmes és értelmes virtuális világban. Olvassátok el Kazuo Ishiguro regényét, mert megéri. Majd jövök hamarosan egy újabb videóval, addig is legyetek jók, sziasztok!